Kérem szépen, eljött az igazság pillanata, grillezni fogunk, meg sütni fogunk, vagy legalábbis vaslapon készítünk mindenfélét, meg tárcsán. Itt van mellettünk Tamás és Gyula, akik már ezt készítik egy jó pár percen. Na, meséljetek akkor egy picit, mi lesz a menü? Hát grillezünk bélszint, amit éleltünk, akkor szűzpecsenyét, amit pácoltunk, és békönbe van forgatva, és fanyásra van húzva, pácolt csirke mellett és tőkehalat halfűszersóval. Mindezek mellé pedig roston zöldség lesz a köret? Igen, gazdaságok az a kívánsága, hogy amik is frissen készítsünk, ugye. Készítünk egy nagyon kívánni roston zöldséget, van benne zellerszától kezdve, lilahagymától, újhagymától, minic, baby cukkiniig, paprika, paradicsom, igazán a húshoz követnek ezt gondoltuk. És valami készített kis pici kis helyes burgonya hozzá, hogy aki azt szereti. Amire én azt hittem, hogy édes burgonya, igen. Mert hogy teljesen megtévesztő a színe. Mitől lett ilyen szín ennek a burgonyának? A spárba ilyenfajta burgonyát lehet kapni édes burgonyaként, az piros, hogy meg van sütve, akkor meg van félig főzve, majd meg van sütve. És attól lett ilyen szép színe. Na, egy picit mesélj nekem a zöldségnek a grillezéséről. Én már többször próbáltam, meg hát ilyenkor nyáron, szezonban szerintem a férfiak kimennek a szabadba és főzéskéznek, de nekem mindig olyan leves lesz az egész, mintha lecsót készítenék. Van egy megfelelő sorrend, hogy kell ezeket felrakni, vagy túl sokáig sütöm, vagy hol rontom el? Van sorrend is, persze, természetesen van sorrend is van. Az lenne fontos, hogy magas hőmérsékleten kell kezdeni. És a hirtelen akkor összekapja, és akkor ami légy kifolyik a zöldségből, az el is fog párologni. Aha. Közben én keverem, nehogy. A paradicsom, hagyjuk a végére a paradicsomot, ugye, az a legversesebb paradicsom, az csak át kell forgatni. Tehát akkor a paradicsomot tegyem a legvégén? A legutóbb így van. Akkor benne. Legelőször teszem a paprikát, cukkinit, ilyesmit. Zellerszárat, hagymát. Igen. Ezt össze lehet párolni, és gombát, ugye. És akkor majdnem kész, akkor ott hozzá a paradicsomot. Uh-huh. És az a különlegeség ennek, hogy kis friss nem legyen megszúrva. Ugye van egy metélhagyma rajta, bazsalikon van, amik kenes nagyon jó illatot ad az ételnek. Csak a végén rakott hozzá? Igen, hogy megegyen persze. Uh-huh. Mennyi a sütés ideje mondjuk? Említetted, hogy a paradicsomot kell a legvégén rátenni. Igen, ha ránézünk, nagyon-nagyon szép, ez picit már túl van sülve, ugye, mert a műsor miatt picit túl sült. Miattunk tönkretettétek. Nem, valamire fogni tud, Laci, és ez pontosan most jó. Meg lehet látni, megnézzük, hogy az ellenszár, ez még res. Uh-huh. Így van, és ezen a jó benne, hogy azonok a fogaink, hogy rágjuk a fogainkkal. Aha. Hát én elég ügyetlen vagyok, mert én balkezes vagyok, jobb kézzel elég nehéz kavarnom, de te jó helyen állsz. Igen, nekem szerencsém volt. Két balos, ha egymásra talál. Meséljünk egy picit a húsról is. Én azt láttam, hogy ilyen vassal lenyomtad egy picit a marhahúst. Hát igen, egy kicsit tömörítettem, és ezáltal a rostjai, a hő feljebb tud hatolni benne, hogy szép rózéra süljön. Mennyire kell ezt megsütni? Hát amilyenre a kedves vendég kívánja, teljesen is meg lehet sütni, vagy éppen angolosra, ami véres. Például spanyolban, amikor kim voltam, ezt a bélszint, ezt úgy sütötték, hogy a roslapot felhevítették, amennyire tudták, egy kicsi olaj, és felhajították, végigcsúszott, megfordították, és visszacsúszott, és akkor ették teljesen véresen például valaki. Ők szörnyökölve nézik, amikor a magyar ember például teljesen átsütve akarja a bélszint elfogyasztani. Mi meg szörnyökölve nézzük a másik változatot. Mi a helyzet a csirke mellett? Én azt láttam, hogy sokan el szokták rontani, hogy túlsütik a csirke mellett. Hát a csirke mellett az benne a lényeg, hogy lassan kell sütni, és ezáltal a benne lévő folyadék nem fog elpárologni, és nem fog kisülni, és ezáltal omlós és puha marad. És ezzel fogjuk elérni a megfelelő minőséget a húsnak. Hát itt beszéltünk arról, hogy mi mindent lehet grillezni, de mi az a zöldség vagy hús, ami mondjuk nem alkalmas arra, hogy nyáron kint a kertbe grillezzük? Nincs olyan? Nincs, abszolút nincs olyan. Minden hús lehet, csak megfelelő idő kell grillezni. Készítettünk hozzá még önöknek, nektek egy pici is kovácsolt zöldségfélét. Ugye ismerjük a kovácsos gulyókát, készít, ismerjük a kovácsos káposztát. Ebben van sárgarépa, hagyma, fokhagyma, retek, ugye egy déli szeleránt, egy szárától. Nagyon finom ehhez a üde húsokhoz, ez a kis roston, vagy egy kis kovácsolt zöldség hozzá. És ez ugyanazzal az eljárással kell elkészíteni, mint a kovácsos gulyókát. Fokhagyma, kapor, így van, ugyan készítve. De ennek mennyi ideig kell állni, mire elkészül? Kettő nap után már lehet fogyasztani. Ugye, ha meleg helyen, akkor ilyen jó idő volt, akkor 2 napot lehet fogyasztani már ezt. Aha. Milyen köretet ajánlotok? Még ugye van a zöldség, van a burgonya. Igen, ezt sajátanak hozzá. És semmi más, meg a hús. Desszertet szoktak mondjuk az ilyen nyári grillpartikhoz készíteni? Igen, szoktak, de ugye inkább az a jellemző, hogy ilyenkor ugye megy szezon van, leszedik a megyes, megsütik bent ugye a megyes, zsíros megyes tésztát, és azt szoktak úgy kell fogyasztani hozzá. Azt nem kint, mert babrásabb, meg ugye megy szét, megy magas résztartalma van, azt nem. Ezt azt is szoktak, de nem igazán az a jellemző. Maradunk a tarjánál, a csirkemelnél, ugye
a halnál, ez ami igazán divatos nálunk. Ha már a halat említetted, ugye az még most nem készült el, azt mivel fűszerezitek a halat? Meg én azt vettem észre, hogy nagyon könnyű elrontani a halat, mert azt kell talán a legkevesebb ideig sütni? Igen, az a probléma, hogy túlsütik. Azért nem készítjük a halat el, mert le kell takarítani a dorsót, le kell puccolni a dorsót előtte, és talán úgy tudunk csak halat sütni majd. Uh-huh. Tehát akkor ott azok a fűszerek, illetve ami ott oda éget, azt le kell előbb szedni. Én minden házi szállítmányosnak javaslom azt, hogy használjunk különböző fűszereket használjon. Ez azért jó, mert van benne kis pácol is van benne, amitől a hús meg is fog puhulni a hús, és nem szállja hamar ki a hús tőle. Nagyon szívesen használjuk ezeket a fűszereket használjuk, mi is lehet itt látni, hogy csak azokkal dolgozunk, fűszerkeverékekkel dolgozunk. Na most ezeket a fűszerkeverékeket, ezeket meg lehet venni így készen, tehát azt mondom, hogy grill, fűszerkeverék, abban minden benne van, vagy inkább jobb, hogyha magának kevergeti össze az ember, meg rak bele különböző dolgokat, tehát nem tudom, miket raktál most rá? Ez egy alap, amit lehet kapni, alapfűszerkeverék. És akkor a saját ízlésre megfelelően ezt be tudom utána készíteni hozzá. Tudom, hogy én szeretem a kömögöt, teszek egy kis köményöt, teszek bele, vagy szeretem bazsalikot, azt teszek bele. Ez egy alapfűszer, nagyon jó alapfűszernek. És akkor lehet ezt javítani mindenki a saját ízlésre megfelelően. Nem tudom, ezt nálatok hogy van, de én azt vettem észre, hogy azért nyáron inkább a férfiak. Hát a grillezés az szerintem olyan, mint az autóvezetés, az tipikus férfi sport. Ez jellemző egyébként? Én tudod miért? Mert tüzet kell gyújtani. Mi kell a tűzhöz? Fa, gyufa, pálinka. Így van. És az van a férfiak, és akkor tűz az úgy, hújja, sikerült tűzre gyűjtő tüzet, akkor így mi is fogjuk a pálinkát. Hát itt közben már készül egy tál. Kollega, neked a tálalni, az ételt tálalni. Ezt hogyan kell tálalni? Én szerintem, ahogy a jó ízlés tartja, tehát az étel úgy kell kitálalni, mivel az ember először a szemével és az órával eszik, hogy megfelelő ízléses és illatok terjedjenek, hogy a jó étvágy megjöjjön. Hát én sajnálom, hogy nem olyanok a televízió készülékek, hogy illatokat is terjesztenének vagy átadnának, mert itt nagyon-nagyon jó, finom, kellemes illatok vannak itt ebben az alkalmi konyhában. Ez egyébként a tévészakma legszebb része. Tehát amikor ilyen eseményeket kell felvennünk, illetve elkészíteni, és aztán általában van egy minőség ellenőrzés is a végén, eddig még nem okoztál csalódást. Gyula, téged mennyire azonosítanak most már a városban azzal, hogy ugye úton útfélen különböző rendezvényeken folyamatosan készítitek a lapcsánkát? Meglátnak, akkor, na, megjött a lapcsánkás ember, nem kaptál még ilyen titulust? Dehogy nem, volt egy rendezvény, amikor nem engedték lapcsánkát sütni, és megkérdezik, hol a lapcsánka? Mondta, hogy nem engedték, hát olyan nincs, honnan lapcsánka legyen. És igen, de én szívesen, én nagyon szeretek főzni, nekem az életem ehhez értek valamilyen szinten. Ugyanis nekem bárhol kell, nekem nem probléma az, mikor kell főzni. Este 6-kor, 8-kor telefonon fejlek, hogy figyelj már, főzni, és így sikerült, mit tegyek bele? És elkezdünk telefonon főzni nagyon sokat. És akkor javítjuk, hogy a hibát, ha van hibak, vagy hogy kell elkészíteni az ételt, hú, találtunk egy kis valami húst, hogy milyen hűtőben, mit csinálj, milyen hús, mit tegyünk belőle. És akkor elkezdjük, és elkezdjük telefonon, megfőzik az ételt, nagyon sokszor történik. Van még időt? A kérdéseket, bocsánat, aki eljön ide az Ozon Hotel és étterembe, akár a vendégek is feltehetik nektek ezeket a kérdéseket? Van, igen. Nagyon szép házunk van, úgyhogy tényleg szép a ház, és érdemes menni bennünket. Előfordul, hogy azt mondják, hogy a séfet szeretnénk, hogy egyrészt gratulálni neki mondjuk egy-egy menü után, vagy esetleg tanácsot kérni? Most már egyre többet előfordul, hál' Istennek, úgyhogy most már nagyon jó dolog az, hogy a szakácsot is kivegednék hezzel, és megbeszik, hogy milyen volt, hogy volt. És jó ez, mert tud az ember reagálni a vendégnek a dolgaira. Ha jó, azért, ha nem jó esetleg valami, ha nem úgy sikerült, akkor azért. Mind a kettő benne a pakliba. Meg hát nektek ez egy komoly elismerés, azt gondolom. Na hát rövidesen elkészül majd a hal is. Mi már most ezt nem várjuk meg, legalábbis önök nem várhatják meg, hiszen a műsoridőnk letelt, majd beszámolunk róla legközelebb a következő sziasztában, hogy milyen volt a halétel is. Úgyhogy köszönjük szépen köszönjük nektek szépen. Is. Köszönjük szépen önöknek még egyszer az Ozon Hotelnek. Figyelmet. Így van, az Ozon Hotelnek pedig, hogy vendégül látott bennünket. Hogyha jó lesz a kaja, akkor jövünk még máskor is. Köszönjük szépen, kellemes hétvégét, viszontlátásra.